Megnyílt, Nyíregyházán is elérhetővé váltak a Matthias Corvinus kollégium képzései. Sikeres pályázatok, 3 beruházást is befejeztek idén Tiszabercelen. Megyei értékek, a nyíri mezőség természeti kincseit mutatja be egy fotókiállítás. Szakmai kerekasztal beszélgetéssel nyitották meg a Matthias Corvinus Kollégium nyíregyházi képzési központját. A tehetséggondozó hálózat megyei képzéseit szeptembertől indították útjára összesen 65 tanulóval. Köszöntöm Önöket, ez a Kölcsei Televízió híradója. Bár a Matthias Corvinus Kollégium Nyíregyházán van, az intézmény rugalmas oktatása révén a megye bármely pontjáról tudnak csatlakozni a tanulók. A hétfő esti eseményen a geopolitika volt a fókuszban, a vendég előadók az európai országokat érintő nemzetközi konfliktusokról tartottak előadásokat. Nyíregyháza egyik belvárosi épületében a Kálvin téren alakították ki a Matthias Corvinus Kollégium megyei képzőközpontját. A Kárpát-medence legjelentősebb tehetséggondozó intézményének ez a 23. szintere. Szalai Zoltán főigazgató köszöntőjében elmondta, Nyíregyházán és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében jelentős fogadókészséget tapasztaltak a képzések iránt. Nagyon fontosnak gondoltuk, hogy itt is egy központot nyissunk, és nagyon örülünk, hogy már szeptembertől elindultak a képzések, mind általános iskolás, mind középiskolás szinten, és ezzel az új épülettel pedig azt gondoljuk, hogy széttel tudunk lépni különböző programok, tanároknak, szülőknek, diákoknak, ezeket fogjuk tudni kínálni a városnak, amelyet már a többi 23 helyszínen a Kárpát-medence szerte élvezhetnek az ottani MCC központok polgárai. Az MCC nyíregyházi központjában már szeptembertől megkezdődtek a képzések. A felmenő rendszerben működő fiatal tehetségprogram 25-5. Osztályos diákkal indult útjára, a középiskolákból pedig eddig 40-en jelentkeztek. A fiatal tehetségprogram az általános iskolásoknak szóló, 2 hetente szombatonként találkozunk a gyermekekkel, egésznapos szakmai rendezvényeket biztosítunk nekik. A középiskolásoknak pedig minden héten tartunk úgynevezett KP délutánokat, klub délutánokat, ezek csütörtöki alkalmakat jelentenek, szintén szakmai rendezvényeket, közösségépítő programokat tartunk nekik. Jászai Mennyhért Nyíregyháza alpolgármestere arról beszélt, bár a képzési központ a megye székhelyén van, az intézmény rugalmas oktatása révén a megye bármely pontjáról tudnak csatlakozni a tanulók. Egy óriási lehetőség az itt élő fiataloknak, hiszen a legkorszerűbb tananyagok alapján e-learning formájába, és van persze személyes jelenlét is, képezhetik magukat, az általuk választott szakterületen tovább képezhetik magukat. Ezt a online képzési formát egészítik ki a hetente megrendezett szakmai délutánok és régiós szakmai napok Debrecenben, de országos események is vannak. Egy nagyon szépen és nagyon jól felépített tehetséggondozó hálózatnak lettünk így a tagjai, itt a megyében is Nyíregyházán. A képzőközpont megnyitóján szakmai előadások is elhangzottak. Demko Attila biztonságpolitikai szakértő az orosz-ukrán háborúról és más Európát érintő még kibontakozó vagy már meglévő nemzetközi konfliktusokról beszélt a hallgatóság előtt. A világ az egy sajnos egyre bonyolultabb hely, hogy finoman fogalmazzak, egyre több a konfliktus. Fogunk beszélni tajvani kérdésről, afrikai konfliktusokról, sok mindenről. Ugye, mert nem egy fenyegetés van Európával szemben, nem csak az orosz fenyegetés, hanem sajnos délen is rendkívül sok instabil állam határolja, régió határolja Európát, erre is készülnünk kell, figyelnünk kell. A Matthias Corvinus Kollégium már összesen több mint 6000 diák tehetséggondozását végzi a Kárpát-medencében, a közeljövőben pedig felvidéki és délvidéki állomásokkal szeretnék gyarapítani a képzőközpontok számát. Jól sikerült évet tudhat maga mögött Tiszabercel, 3 beruházás fejeződött be idén, a régi irodaépület felújításával és a csapadékvíz elvezetésével azonban még nincs vége a fejlesztéseknek. 2023-ban elkezdődhet a település első bölcsődéjének építése. A községek fejlődésének mindig fontos mérföldköve, amikor a frekventált területeken megoldódik a bel- és csapadékvíz elvezetése. A globális klímaváltozás következményeként növekszik az extrém időjárási helyzetek gyakorisága, valamint az intenzív záporos csapadékhullás is egyre gyakoribb.
Tiszabercelen is. A kiépített csapadékvíz elvezető hálózattal megszüntették a balesetveszélyes árkokat, és kultúrát lett az utcakép is. Mindez több mint 3 kilométer hosszan. Emellett közösségi terek is megújultak. A régi takaréképülete és a régi téglagyár irodaépülete. Mindkettő Magyar Falu program keretén belül valósult meg, és hasonló összegben ilyen 30 milliós nagyságrendű támogatást kaptunk ezekre. A belvíz elvezetésünk az 260 millió forint körüli összeg volt, és ez gyakorlatilag annak az elszámolása éppen a napjainkban folyik. Elkészült, úgyhogy lassan birtokba is fogjuk tudni venni, és bár most igen, sok mindent a csapadékról nem tudtunk az éven beszélni, de azokban az időszakokban, amikor sok csapadék hullik, akkor ezek elég komoly problémákat szoktak a falun belül okozni, és nagyon remélem, hogy ennek egy részét legalábbis meg tudja ez oldani. A régi téglagyár területe idén először volt a halászléfőző verseny helyszíne, a visszajelzések pozitívak voltak, ezért az önkormányzat a következő években is itt rendezi majd meg a fesztivált. Ráadásul a téglagyár a falu egyik nevezetessége volt. A téglagyári épület az egyetlen megmaradt épület része annak a valaha volt tiszabelceri téglagyár komplexumnak, amit a 90-es évek közepén számoltak fel, és nagyon nagy fájdalmunkra az egyik legikonikusabb jelképét, a téglagyári kéményt is lerobbantották ebbe az időszakba, ezt nagyon sajnáljuk. Hál' Istennek a másik hasonló nagyságrendű ilyen kéményünk az még áll, sőt felújításra fog kerülni a közeljövőben, ez a gőzszivattyú telepnek a kéménye. Tehát, ahogy mondtam, ez az egy irodaépület maradt meg a tiszabelszéi téglagyárból, és az önkormányzat hosszasan próbált erre forrást keresni az elmúlt időszakban, és most hál' Istennek a Magyar Falu forrásai között találtuk meg ezt, és sikerült itt annyi pénzhez hozzájutnunk, hogy ezt fel tudtuk újítani, és ezt a szándékunk szerint ezt a belszeri civil egyesületek fogják használni, és reméljük, hogy ez is egy olyan helyszín lesz, aminek a használatával ez a belszeri civil élet az hasonlóan az elmúlt időszakhoz újra aktívan fog tudni működni. Fontos fejlesztés lesz Tiszabercelen a bölcsőde megépítése. Erről 3 évvel ezelőtt született meg a döntés az önkormányzatnál. Önerő hiányában azonban támogatásra lesz szükség, ehhez a pályázatot benyújtották, és mivel sikeresnek bizonyult, már alá is írták a támogatási szerződést. A tervek szerint jövőre elkezdődhet a bölcsőde építése, ami egy újabb jelentős mérföldkő lesz a község életében, hiszen így teljessé válik majd az oktatási nevelési rendszer. Folytatjuk évvégi összefoglalónkat, ma a márciusi történések következnek, ezt a hónapot is az orosz-ukrán háború és a menekültek határozták meg, emellett azonban több megyei fejlesztésről is beszámoltunk. Barabás az egyik olyan megyei határátkelő, amelyen keresztül menekültek érkeztek Magyarországra. A határon átlépőket kis buszokkal és Barabás önkormányzatának járműveivel szállították a melegedőbe. Nagyon sok ember csak átutazóba érkezik, tehát nem veszélyeinkbe, csak bejön ide, esetleg egy teára és utána utazik tovább, viszont éjszakára megternek, tehát elég hideg éjszakáink vannak, megternek ezek a melegedők. Már több helyen csináltunk ilyen meleg helyeket, ahol ezeket az embereket, különböző a kisgyerekes családokat el tudjuk látni. Ez pedig már Tiszabecs, itt a helyi általános iskolában alakította ki melegedőt a menekülteknek. Volt nap, amikor több mint 4000 ember jött át a határon, közülük csak nem 2000 ember fordult meg ezen a helyen, több mint 300-an pedig az éjszakát is itt töltötték. Rengeteg felajánlás érkezett ide is, hatalmas mennyiséget raktároztak el vízből, alapvető élelmiszerből, pelenkából, ruhaneműből és ágyneműből egyaránt. Nem egyszerű feladat, nagyon sok segítség érkezik Tiszabecsre, nagyon sokan hoznak és segítenek, a telefonom állandóan csörög, de ennek örülök, hogy kis Magyarország összefogott, és együtt érzünk azokkal az emberekkel, akik nem csak magyarok, akik ukránok is átjönnek, és akkor igyekezünk őket fogni, és mindenbe segítségeket tudunk nekiek adni, amiben csak kérnek.
Ebbe az újonnan átadott nyírbélteki terménytárolóba akár 180 vagon takarmányt is el tudnak tárolni a környékbeli gazdák. Bagdi Sándor polgármester elmondta, a térség számára nyújt segítségét a fejlesztés. Mindenki használhatja, gyakorlatilag nyírbéltek egy központi szerepet lát itt el. Ugye környező települések rajtunk körül vannak, úgy mint Encsen, Spiricse, Ömböly, Lugos, Penészlek, és egyfajta központi helyen vagyunk, úgyhogy mindenki hozhatja ide, és nyilvánvaló, hogy ez majd valamilyen verseny szellemet fog ébreszteni a felvásárlókban is. Ezek a fotók 2021. júliusának végén készültek, azokban a napokban, amikor elkezdődött Kálósemjénben egy újabb hiánypótló beruházás. Az új belterületi kerékpárút kapta meg az első aszfalt réteget. Több mint fél év után pedig már birtokba is vehették az elkészült útszakaszt. 417 millió forintos támogatásból valósult meg ez a beruházás. A TOP megyei forrás adott erre nekünk lehetőséget. Külön öröm számunkra az, hogy 2 darab gyalogátkerő helyet is sikerült kialakítanunk a beruházás révén, ami az oktatási intézményei megközelítését teszi lehetővé. Narancssárga színekben pompázik Pócs Petri általános iskolája az új leszigetelés és festést követően. Új tetőszerkezetet is kapott az épület, amire nagyon nagy szükség volt, a korábbi fedél annyira elhasználódott, hogy több alkalommal is komolyan beázott az épület. A történelmileg is jelentős katolikus iskola épületének felújításához hazai és Európai Uniós támogatást kapott a település. Megkaptuk a BMS pályázatra 67 millió forintot, illetve kaptunk az energetikára 210 millió forintot, ami az összes nyillászárót, a gépészetet kicserélhettük, illetve külső szigetelést és napelemet szereltünk a iskolára. Erre nagyon nagy szükség volt, 90-ben épült ez az új szárny, de komplett felújításra került az egész iskola energetikai szinten. Az utcáról ablakon át adták be az adományokat a Kisvárdai Kárpátalja házba. Márciusban folyamatosan érkeztek a tartós élelmiszerek, tisztálkodási és gyermekápolási cikkek. A kulturális központ tevékenységét átalakította az orosz-ukrán háború. Az adománygyűjtést a Tisza Európai Területi Társulás szervezte. Mi vagyunk a legmegfelelőbb együttműködési társulás arra, hogy most ezt a nehéz helyzetet áthidaljuk. Hiszen, minthogy Szabolcs-Szatmár-Berek megye és Kárpátalja megyét foglaljuk össze, így rendelkezünk megfelelő mennyiségű kapcsolatrendszerrel, hogy az itt lévő adományokat a megfelelő helyek Kárpátaljára tudjuk eljutatni, és felmérjük azokat a hiányosságokat, amire éppen szüksége van Kárpátaljának, a kapcsolatrendszernek megfelelően. Mire van most éppen szüksége Kárpátaljának? Főként élelmiszerre. Sajnos azt a hírt kaptuk, hogy még most érkeznek nagyon sokan, akiket amennyiben nem tudnak átkelni a határon, Kárpátalja kell, hogy befogadja. Őket nyilván el kell látniuk élelmiszerrel, ezért tartós élelmiszerre van főként szükségünk most jelen pillanatban. Fehérgyarmaton egy üzemcsarnok alapkövét tették le márciusban. A városban az elmúlt időszakban számos, a gazdaság élénkítését célzó beruházás zajlott. Az ipari park rehabilitációja mellett új piaccsarnok is épült. A gazdaság helyzetbe hozásához azonban még több infrastruktúrális fejlesztés szükséges. A legtávolabban Nyíregyházától, legtávolabban ez a térség Budapesttől, és hogyha egy ilyen beruházást megcsinálunk, akkor az már egy esély arra, hogy ide tőke, magyar, külföldi vállalkozás települjön. Persze feltétel még az, amiről mindannyian beszélünk, hogy a megfelelő infrastruktúrális feltételek is legyenek meg. A kormány a közútfejlesztési programjában lehetőséget ad a legtávolabb eső térségeknek is, hogy tudják fogadni az ide érkező és ide érkezni akaró tőkét. 3 funkciót is ellát ez a gyártóüzem a Nagykálói Ipari Parkban. A megyhez és almához kapcsolódó kutató és fejlesztő munka, a feldolgozás, valamint az értékesítés első fázisa is ebben az épületben zajlik. A márciusban átadott üzemben a helyben megtermelt megyből és almából étrend és táplálék kiegészítőket készítenek és dobnak piacra. 30-35 ember foglalkoztat itt a jövőben az üzemet működtető vállalkozás. Igazából már nem az élelmiszerek feldolgozott, élelmiszerből ugye kinyert anyagoknak a maga az étrend kiegészítő formába történő kiszerelését, akár kapszulába, tablettába, bármilyen formába fog történni. Maga az élelmiszerüzemnek a megvalósítás, úgy gondoljuk, hogy a
következő ciklusban, amikor az egyik fő prioritása a magyar tulajdonú élelmiszeripari lesznek, akkor fog megvalósulni, és alapvetően ugye két alap gyümölcsre, az almára és a megyre. A levelekiek március 15-én a Nemzeti Ünnepen gyűltek össze, hogy lerakják az új piac alapkövét. Turócziné Székely Anita polgármester azt mondta, a 85 millió forintos beruházás egyszerre hasznos az itt élőknek és az őstermelőknek. A hazai magyar zöldségek, gyümölcsök, a házi tej és tejtermékek finomak, egészségesek. Vásárlás során itt ezeket a termékeket tudjuk előnyben részesíteni. Nagy jelentőségű a piac településünkön azért is, mert lehetőséget nyújt az őstermelőknek, kereskedőknek, hogy helyben dolgozhassanak és tudják eltartani családjaikat. Új szigetelés díszíti a görögkatolikus parókia épületét Kislétán. A közösségi ház energetikailag is megújult, a fűtőrendszert és a vízvezetéket is kicserélték benne. Megáldatik és megszenteltetik ez a templom az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében. Amen. A görögkatolikus templomra áldás is került, amely szintén komfortosabbá vált a hívek számára. A padsorokat fűthetővé alakították, a falakra pedig új lámpatestek kerültek. Szocska Ábel megyés püspök azt mondta, a megújulás a húsvét előtti bőti időszak szimbóluma, amire ma még inkább oda kell figyelni. Fontos ez az üzenet napjainkban, amikor ilyen rendkívüli történelmi pillanatokat élünk meg, hiszen ezt szeretnénk a mi böjtünkkel és imádságunkkal, hogy a háború az álljon le és legyen jobb ez a világ, hogy béküljenek meg a háborúban élő felek. És egyfajta kézzel fogható jele ez a templom, annak a megújulása, a parókia is annak a megújulása, hiszen ezek is jobbá, szebbé váltak. Ez a böjtnek az üzenete, szebbé és jobbá válni. A nyírbátori járásban az utóbbi években csaknem 150 templomot rekonstruáltak. A nyíri mezőség természeti és épített kincseit mutatja be egy új fotókiállítás. Az installáció roadshow-ra is indul, és a megye különböző településein népszerűsíti a látnivalókat, amelyeket egy nagyszabású projekt részeként fejlesztettek. Látogató központok épültek, műemléki felújítások történtek, és kiadványok jelentek meg. A teljes beruházás több mint 700 millió forintból valósul meg. A tiszadadai szabadstrand a horgászok körében is népszerű. Látványra sem utolsó a rakamazi látogatóközpont, és a tiszadobi Andrássy kastélyt is sokan ismerik. Csak néhány kiemelkedő látnivaló Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, amelyek turisztikai szempontból is egyre nagyobb jelentőséggel bírnak. Sokszor elkövetjük azt a hibát, hogy a saját értékeikről nem veszünk tudomást, vagy nem veszük észre, és hát fontos, hogy tisztában legyünk a saját értékeinkkel, ahhoz, hogy kellőképpen tudjuk aztán promotálni is a nagy közönség felé a saját turisztikailag is hasznosítható értékeinket. Ezért jött létre egy Európai Uniós pályázat keretében a Nyíri Mezőség turisztikai kínálatának integrált fejlesztése című projekt. Ez több települést is érint. Az elmúlt években átgondoltan, összefüggően tudták fejleszteni a térség turisztikai lehetőségeit. Ennek része egy hétfőn bemutatott fotókiállítás is. Rá kell irányítani a figyelmet ezekre a turisztikai értékekre, hiszen Nyíregyháza és környéke rákerült a turisztikai térképre. A modern városok keretében 2017-ben elkészült a Tokaj-Nyíregyháza kerékpárút, amely nagy lökést adott ennek a területnek, és hát fölépült egy nagy szálloda is, amelyet a Hungest Hotel üzemeltet itt az Aquarius élményfürdő mellett, amely a vendégészakák számát növeli ebben a térségben. Az élénk turisztikai életet számos adat is alátámasztja. 2022 első 11 hónapjában közel 400 ezer vendég, majdnem 2 millió vendégészakát töltött a megyében, 78%-uk belföldi látogató volt. A külföldiek főleg Ukrajnából, Szlovákiából, Lengyelországból és Romániából érkeztek, nem csak Nyíregyházára. A Nyíri Mezőség kiemelt települései kapcsán el tudom önöknek mondani, hogy Rakamazon 6000 fölötti vendégészaka szám volt ebben az időszakban. Tiszadobon, ahol körülbelül 30-40 ezer látogatója van ugye évben a kastélynak, ott nagyjából 3000 fölötti, és ezen kívül Tiszavasvárja 2019-ben úgy hiszem 100 ezer fölötti volt a látogatószáma a Sandfürdőnek, ők is meghaladták a 3000 vendégészakát. Most Nyíregyházán 22. november végéig, tehát
149 ezer vendég, 406 ezer vendég éjszakát regisztrált. Ez a térség vendégforgalmának 42%-a. A Nyíregyháza Tokaj turisztikai körzethez tartozik például Szabolcs is, ahol a Földbár nemzetközileg is jegyzett régészeti terület, ráadásul 2022-ben történelmi emlékhelyé nyilvánították. Ez az egyik leginkább kutatott földvár, amelynek három oka van. Az egyik az maga a földvárnak az impozáns megjelenése. Ugye a földvárak kutathatósága borzasztóan bonyolult, általában beépültek, ráépültek városok, települések, eltűntek, beszántották őket. Viszont ezt Jósa András és a későbbiekben Németh Péter, egykori múzeum igazgató remekül tudta kutatni, tehát van egy nagyon jó megjelenése a többi földvárhoz képest. A másik fontos dolog, hogy ennek a lábánál áll egy 11. században épült templom, ami az Alföld legelső kőtemploma, és a harmadik ok pedig maga a Szent László jelenléte, ahol ugye a zsinat, szabolcsi zsinatot tartották itt, itt született meg a harmadik törvénykönyve Szent Lászlónak, ami a magyar történelem első olyan jogalkotási aktus, ami egyfajta társadalmi képviselettel jött létre. Ezeknek az emlékhelyeknek a további éltetése a civil szervezeteknek is kiemelt feladata. A Megyeházán tartott konferencián elhangzott, az aktív turizmusban működik a legtöbb civil szervezet, akik hagyományteremtő és kulturális rendezvények segítségével tudják tovább népszerűsíteni megyénk kincseit. Jelentős fejlesztések valósultak meg Nyíregyházán a Marsó teniszcentrumban. A pályákat a jövőben új öntözőrendszerrel tartják karban, új lelátókat és modern világító eszközöket is kapott a komplexum. Bár sokáig kérdéses volt, hogy télen lesz-e lehetőség a szabadidős teniszre, a fejlesztésnek és a társadalmi összefogásnak köszönhetően két fedett pálya is használható a következő hónapokban. Bár a tenisz élet manapság is aktív Nyíregyházán, a város leglátogatottabb teniszcentruma évek óta nem esett át komolyabb felújításon. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a város önkormányzatának támogatásával most ez is megvalósult. A közelmúltban csak nem 200 millió forint értékben fejlesztették a komplexumot, amely így méltó körülmények között fogadhatja a jövőben a versenysportolókat és a szabadidős teniszezőket. Egy régi álom vált valóra, hogy itt a több évtizedes nagy múltú teniszklubot alapvetően a mai kor igényeinek és szellemének megfelelően korszerűbb köntösbe öltöztessük. Ebben az évben adódott lehetőség. Ezáltal megújultak a térkövek, a járdák, új világítást kapott a 4-es és 5-ös pálya, egy komplex öntözőrendszer került kiépítésre, amivel ugye a pályák karbantartása sokkal egyszerűbbé válik a jövőben. A teniszcentrumban 2017 óta minden évben rendeznek korosztályos országos bajnokságokat. Azért, hogy ez így is maradjon, fontos volt, hogy megvalósuljon ez a beruházás. A tenisz műhelyek is igényelték ezt, a sportolók is, az utánpótlás korosztály az élsportolók, úgyhogy ennek megfelelően maga a Marsó Tenisz Egyesülete is, és az Emberi Erőforrások Minisztériuma akkor még a sportért felelős államtitkársága révén tudta ezt a támogatást biztosítani, csak nem 200 millió forintot tudtunk átcsoportosítani részükre, és ugyannyira egy házi önkormányzat jóvá hagyta a fejlesztéseket, és ennek megfelelően megújulhatott, úgymond a pályának azon szakasza, a világítás, a kiszolgáló egységek, ahol tudnak ülni a nézők, akkor a pálya minősége is teljesen megújult. Bár az energiaköltségek itt a teniszcentrumban is megemelkedtek, az új ledes izzók telepítésével sikerült ezeket valamelyest mérsékelni. Emellett társadalmi összefogásra is szükség volt ahhoz, hogy a téli hónapokban is lehetőség nyíljon a szabadidős teniszre. Az energiaárak növekedése minket is nagy kihívások elé állított. Nagyon sokáig kérdéses volt, hogy egyáltalán a téli teniszre alkalmat adó sátort fel tudjuk-e állítani. Végül igazából az energiaáraknak a kismértékű csökkenése egyik oldalról, másik oldalról pedig gyakorlatilag a bérlőknek a nagyobb mértékű hozzájárulása segítette
vagy teremtette meg azt a lehetőséget, hogy télen is felállítsuk a sátrat, és így a téli időszakban is a tenisz zavartalanul folyhasson a pályákon. A bejárással egybekötött átadón elhangzott, a Marsó Teniszcentrum Egyesület tárgyalásokat folytat annak érdekében, hogy Nyíregyháza a jövő évben egy 15 ezer dollár összdíjazású férfi ITF versenynek is otthont adjon. December 20-án kedden a Kölcsei Televízió híradóját látták, jön az időjárás jelentés, friss hírekkel pedig szerda este is jelentkezünk majd. Megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Kedden éjszaka kissé borongós, de csapadékmentes időre lehet számítani, a hőmérséklet fagypont alatt lesz, -5-2 fok várható. Szerdán napközben marad a szürke, borús idő csapadék nélkül, a hőmérséklet -4-3 fok között várható. A hét további részében a hőmérséklet éjszaka fagypont alatt nappal 5-6 fok között alakul, eső szentestén, szombaton várható.